Jó estét! Köszönöm. Jó estét kívánunk! Jó estét! Isten hozott mindenkit az újraindult Csóri Szalon második alkalmán. Míg megérkezik a rendes hangom, addig elmondom, hogy mi fog ma történni. Csóri Sándor ünnepeljük, az ő emlékezete miatt vagyunk itt, és hogy ne csak emlékezet legyen, hanem jövő is, ami nekem egy nagy missziómá vált az utóbbi egy évben. Arra gondoltunk, hogy jövője is legyen ennek a múltnak, arra gondoltunk, hogy felkérek 10 olyan zeneszerzőt vagy muzsikust, akiknek a pályája és a jelenkori művészet engem nagyon inspirál és különlegesnek tartom. Így Wunderlich Józsi jó barátom után második felkértem Szirtes Edina Mókus. Köszönöm. És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, így nem tudom, hogy voltatok-e már Csóri szalonon, vagy a Csóri előadásunkat láttatok-e már, de nagyon röviden hadd vezessem be azzal a gondolattal a ma estét, ahogy a tegnap estét lezártam a Csóri előadásunkon, hogy tavaly elém került egy vers, Szőlőhegy háború után, Csóri Sándor verse, az a versnek a vége, hogy visszhangot keresek, és társakat, hogy éljek. És én akkor a magyarországi művészetemben azt éreztem, hogy a legalján vagyok, és ez a két sor engem visszahúzott mindenhova, és készítettünk legjobb barátaimmal és alkotótársaimmal egy Csóri Sándor estet. Viszont én azt hittem, hogy ez egy közös nevező, hogy Csóri Sándor a híd. Én biztos voltam benne, hogy egy objektív igazság. És olyan beszélgetésekbe bonyolódtam, hogy számomra fontos és komoly értelmiségi emberek azt mondják, hogy Csóri, ne foglalkozz Csórival. Na, miért ne? Na, hidd el, jobban jársz, ha nem foglalkozol Csórival. Egy első ilyen hang. Egy hónappal később, Csóri, nem szeretem Csóri. De miért? Nem, Csórit nem szeretem. Pár hónappal később, igazán jó barátom, nagy művésznek gondolom. Nem szeretem. Mondom, miért nem szeretett Csórit? Nem tudom, milyen szemöldöke volt. Mondja nekem egy komoly művész. Mondom, itt valami furcsaság van, itt valami el van ültetve az agyakba, és én nem tudom, hogy micsoda. És hirtelen abban a szituációba kerültem, hogy nem csak, hogy kicsit zászlóként szeretném vinni őt, hanem mintha meg kéne védenem. De a jó Isten tudja, hogy mitől. És pont ezt meséltem Mókusnak, Hasi és Mókus beszélget, mintha valami Minimax rajzfilmben lennénk. De remélem ez így tűrhető. Tehát e köré a gondolatiság, e köré a szellemiség köré próbálom összegyűjteni a szövetségeseimet, és ezért vagy most itt Mókus. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Mielőtt elmondanánk, hogy melyik verset választottad, ami azért érdekes, mert a harmadik meghívottam, Szabó Balázs is ezt a verset választotta, de én mondtam neki, hogy te választottad először, de érdekes, hogy a harmadik, és pont beletrafált a te versetbe, de mondtam, hogy tulajdonképpen bármelyik másikat választottad volna az ekkora életműből, de eltalálta. Mielőtt rólad beszélgetnénk egy kicsit, mit éreztél, amikor én felhívtalak, vagy e-mailt küldtem? Volt mind a kettőre példa, tehát beszéltél is, és aztán le is írtad. Akkor ez volt egy Csóri. Mi volt benne? Tehát... Az első, ami... Igen, a bevillant Csóri. Hát be kell vallanom őszintén, hogy a gyerekversek és a muzsikus, akit ismerek, ifjabb Csóri Sándor, aki egy fantasztikus brácsista. Tehát ez a kettő szál, ami egyből. Tehát nyilván ez egy emberi reakció, hogy van egy ilyen nagyon kellemes... hogy én ismerem, hát a muzsikus, egy fantasztikus muzsikus unokája. És a Kaláka zenekar jutott eszembe, bocsánat, és ez az én műveletlenségem, hogy ugye van az a gyönyörű, ez a dudada, jobb, mint az apám. Na, tehát, hogy egy fantasztikus dalokat, amiket gyerekkorom óta hallgattam, meg hát én a Lilusz Dani bácsiékat nagyon sokra becsülöm, illetve sokat kapok tőlük, mert játszhatom velük több műsorban.
És ez volt az első, és egy félelem, hogy hát nekem fel kell készülni, mert tulajdonképpen semmit nem tudok. Hát van ugye a csodakutya verse, tehát tényleg gyerekversek. Ez a kedvesség, az a bűbáj, és az, ami valahol azt érzem ezekben a gyerekversekben, hogy annyira tiszták és olyan szépek, hogy bárcsak olyan gyerek lehetnék, de még most is, tehát kiterjesztve az egész életemre, mint amilyenek ezek a gyerekversek. Tehát, hogy legyen az bármilyen egyszerű, vagy úgy tűnik jó értelembe vett egy ügyű, hogy van egy picike kis gondolat, amit két verszak, azt hiszem ez a Duda is, meg a Dádi, meg a Csodakutya is. Két picinke verszak, végtelenül egyszerű, és mégis van egy olyan tisztaság, és az, én mindig azt mondom erre, olyan, mintha létezne egy halmazállapota annak a tisztaságnak, emberi tisztaságnak, ami nem azért, mert még nem lett bemocskolva, hanem mert megőrizte önmagát, és tele van egy olyan mélységgel, egy olyan életúttal, ami eredményezett egy olyan, mint a hegyi kristály, hogy tündöklő, és még a fényt is széttobálja és ragyog, de több, rengeteg év van benne, és rengeteg hihetetlen gondolat és mélység, és aztán lett egy csodakristály. Ez az a halmazállapot, ami eszembe jut az ilyen verseknél, vagy az ilyen világ hordozóinál. Én nagyon nagy Lázár Ervin fan vagyok, tehát nekem ő a... Tehát én már a neve kimondásánál is lútbőrzöm, és így görbül, meg remeg a szám, és most nem kezdek el hisztérikusan sírni, de az a lényeg, hogy tényleg, tehát, mert hogy érzem azt a világot, amit hordoz, vagyis úgy gondolom, hogy érzem, és nagyon közel áll hozzám, és ezekben a gyerekversekben is ezt érzem, ezt a hegyi kristályt, ezt a tisztaságot, hogy bárcsak ilyen ember lehetnék, mint igen, hát ezek gyerekversek, de közben meg egy ember az gyermek, tehát aki már nem az, annak szomorú szerintem. De ez egy másik vonal. Szóval az a lényeg, hogy ez jutott eszembe, és az ismeretlenség és a tudatlanságom. És megnéztem, bevallom, interjúkat, amit találtam, meg elkezdtem olvasgatni verseket, és akkor rájöttem, hogy én nem tudok semmit, hogy micsoda életút, hogy amit én most így tényleg azóta kezdtem el, bevallom, töredelmesen foglalkozni. Egyébként ezért szeretem a színházi, illetve az irodalmi munkákat, illetve megbízásokat, mert egy csomót tanulok, amit középiskolában mással töltöttem az időt. Nem figyeltem oda, kinéztem az ablakon és álmodoztam. Természetesen szerelmes gondolataim voltak, bevallom. Talán ott kezdődött, és ez a mai napig mindegy. A lényeg az, hogy tehát egy ilyen kimeríthetetlen álmodozó voltam, és nem figyeltem oda, és amióta megöregettem, és folyton megtalálnak ilyen megbízók a bizalmukkal és a feladatokkal, azóta kezdem megtanulni azokat a csodákat. És például pont ezekben, ahogy hallgattam beszélni, hogy ő neki a célja az volt, hogy ugye a magyar kultúra, és ez nem csak, ez egy szó, ezt mindig mondjuk, de én magam húsvér kicsi lényemben érzem, hogy a hagyomány ki lett tépve a szívemből. És most pedig én aztán tényleg 0 éves korom óta zenét tanulok, népdalokat, de mondjuk én komoly zenét tanultam, a Kodály módszert, és végtelenül hálás vagyok, mert ez pont ugyanaz, a Kodály módszer, egy olyan nevelés, hogy igen, dalokat tanulunk, de nem ez a lényeg. Olyan emberek leszünk, akik énekelnek, akiknek a szívében dallam van, akik tele vannak gondolattal, és nem akármilyennekkel, amit az elődeinktől kaptunk. Tehát az édesanyáink, vagy azoknak az anyái, apáinak az anyái, vagy apái, tehát ki tudja, hogy kitől származik az a könnycsepp, az a fájdalom, az a boldogság, de itt van egy verszakban, és én már... És nem tudom ki, de érzem, hogy az én vérem, az én gondolat folyama vagyok az övének. Tehát, hogy ez egy olyan lánc, hogy ez szerintem több, mint a vérrokonság nyilván. Tehát az, ez lélekrokonság, ez szellemrokonság is. És letéptek minket. Tehát nem tudok, pont erről beszélhetünk, hogy nekünk ezt követnünk kell, és énekelni azokat a népdalokat, és kitalálni azokból a népdalokból olyan zenei, mert nyilván vannak zenei, tehát a magyar népzenének is megvan a zenei eszköztára, az instrumentális zenének is, és az énekes zenének is, meg gyönyörű és kimeríthetetlen. És ha nem is vagyunk, nem az a lényeg, hogy mi milyenek vagyunk, hanem az, hogy ezt a zenei kultúrát, ami egy hihetetlen ajándék, ezt nekünk éltetnünk kell azzal a tudással, amink van. Nem ez számít, hogy most én
milyen gyorsan játszom el adott egységnyi idő alatt azt a sok hangot, és megdíszítem, hanem hogy én mit tudok ebből a gondolatrokonságból, én kicsi leszármazott, hogy adom tovább azt, amit kaptam a nagyszüleimtől, meg az ők szüleimtől, mert ez a legfontosabb, és azt érzem, hogy ár vagyok ilyen tekintetben, és az iskolában tanultuk, és valahogy ez nem állt össze, tehát én Bartók rajongó vagyok, meg kodáiskolába jártam, tehát ezt tanultam, és mégis azt érzem, hogy nincs, nem kötődünk, hogy nem tudom már, hogy van a húsvét locsolkodó, de igazából egy kicsit égő, inkább kise soha nem mentem ki, pedig micsoda hagyomány. És azt visszatérve, bocsánat, mert ezek az én tapasztalataim, de az én tapasztalataim azok azt tükrözik, amit kaptam az elédeinktől. Például ezekben az interjúkban, ahogy hallgattam Csóri Sándort, hogy a hagyomány az nem az a lényege, hogy ezt a szót éltessük, mert milyen szép és büszkén, hanem akkor nem leszünk árvák, hogy akkor tartozunk valahoz, akkor már nem ismerjük egymást, mégis összetartozhatunk. Tehát ez egy olyan fontos kötelék, egy olyan fontos hálózat, egy szívhálózat, vagy gondolathálózat, és az egész élethálózatunk, ebben a kicsi maroknyi helyen, ahova születtünk, ez, és ami a legfontosabb, időn és teren túlmegy, hiszen már nincsenek köztünk, mégis én több leszek, átaduk. Tehát ez szerintem a legnagyobb csodája, és ez ugyanez a szeretet természete, hogy nem tudod nincs vége az idő elteltével, tehát átível időkön, idősíkokon, térkép határa sincsen, összefűzi az embereket egyszerűen a hagyomány, a szeretet, mert az is az. Mert szeretem a nagyanyámat, ahogy ő csinálta, én sajnos nem tudok főzni, mindenki, a nagymama hogy főz, ez a leghétköznapi pici dolog. De micsoda szeretet van benne, és micsoda mélység, hogy én azzal a szeretettel, ha tudnék főzni, csinálnám és adnám tovább, és akkor nem csak a levest adom tovább, hanem a szeretetet. Tehát, hogy ez... Na, és ezt tanulta például a Csóri Sándor interjúkban, hogy tényleg, hogy ő ennek volt, ő ezt szívből szerette volna éltetni tovább, mert hogy abban a szomorú időszakban ezt ugye írtották. És sokat vesztettünk, hogy majdnem sikerült kiírtani teljesen. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy úgy gondolom, hogy Csóri Sándor is olyan érző lény és érző gondolkodó, odaadó lény, akinek a érző gondolkodó odaadását kell továbbadnunk, mert nem kicsi a tét. Valami ilyesmit éreztem meg, úgyhogy nagyon hálás vagyok, mert ez az utóbbi két hétnek a összefoglalása, hogy így próbáltam elmondani, hogy ahogy leesett, hogy ez a hagyomány csak egy ilyen szó, és akkor megyünk, és néptánc van, de nem ez a lényeg, hogy ott izé paskolják peckesen a férfiak a legényesbe, mert hogy nyilván fantasztikus, ezt most bocsánat, kicsit kifiguráztam, de nem ez a lényege, hanem az, hogy micsoda mélység van, hogy az apa a fiának, és az a szóval ezt mélyen egyetérzek, úgy gondolom ezzel a gondolatfolyammal, gondolatörökséggel. Bocsánat. Köszönöm szépen ezt a nagy évet, Mókus. Annál is inkább, mert általában azért csinálok egy produkciót, hogy a nézők, vagy a közönség, vagy a követők figyelmét felhívjam valamire. A számomra nagyra tartott Beck Zoli, ami kamaszkoromban mondta, hogy még eszembe se jutott, hogy én művész lehetek, és egy koncerten azt mondta valahol, még úgy ittuk a fröccsöt, hogy rozé fröccsbe, málna szörp, úgy maci fröccsnek hívták, emlékszel? Még ez a kamaszkori korszak, és úgy voltunk egy Vörös Lyuk nevű borzasztó helyen, és csak egy kicsit univerzálisabbá tegyem a témákat, ott láttam életem legviccesebb randevúját, egy fiú, ez azon az estén volt. Egy fiú ült itt, ott a lány, és a lány mögött ment egy foci meccs, amit a fiú minden idegszálával próbált nem nézni. De minthogyha egy mágnes így vonzotta volna. És gyönyörű volt, és utána de látszódott, hogy ez egy első randi, és amikor úgy éreztük, hogy a fiú mégis nyerhet, akkor láttuk, hogy a végén ilyen Sodexo utalvánnyal fizetett az első randin, és akkor... Hát tudod, ilyen olyan, mint az Erzsébet utalvány, csak régi. Értem. És
akkor összeomlott. És akkor ez már minket inspirált, hogy ez valami nagy este lesz, mert ahol ilyen dolgok történnek, ott nagy este. És egyszer azt mondta, hogy ezen az, a koncerten azt mondta Beck Zoli, hogy mi olyan zene akarunk, olyan zenekar szeretnénk lenni, nem olyan, akiket néznek, hanem akik valamerre néznek, és a közönség is oda néz. Oda, aha. És hát, szóval én ez azóta ez ilyen, nem jutott eszembe ez évek óta, de most, hogy beszéltél, eszembe jó, jutott. De jó, erről ez jutott ez, eszedbe, hát minden. Nem. Erről gyönyörű, nem. Egyébként ez annyiban tényleg hihetetlen, hogy mindent így próbálunk ilyen hagymaként így fejtegetni, de tulajdonképpen a hagyma sem a hagyma, hanem a növény gyökere, a gyökér, a föld, a mag, tehát nincs különbség. Tehát gyakorlatilag az, hogy én elolvasok egy verset, és én több leszek általa, az, annak a versnek a szavai kellenek, de mégsem a versnek a szavai, hanem annak az embernek, aki leírta a szavakat, az egész élete, a gondolatrendszere és érzőrendszere, és hogy úgy fogalmazott van, hogy én ezt az egységet, én megszállottan rajongok ezért, hogy mennyire összekapcsol minket, és hogy mennyire összetartozunk ezáltal, és hogy milyen szép, ahogy kiterjed, hogy a zenében is a hang az utolsó, nem az számít, hanem van egy energia, ahonnan ered. Én ezt minden nap nyilván megfogalmazom magamnak, tehát én nem gondolkozom soha a hangokon, ezen sem, hanem amikor, és ez nagyon érdekes, amikor például több órás zenét kell írni, hogy soha nem, mert nem lehet több órás hangot, az mondjuk 4800 hang, akkor általában a legtöbb, mondjuk a CIS, azt nagyon szeretem, meg a FIS-t, akkor elosztom, az mondjuk a 2000 legyen azért benne, hogy örülj. Tehát így nem lehet, tehát egyébként lehet, mert mondjuk Sostakovics meg Schönbergék kitalálták azt a zeneszerzés technikát, a dodekafónia, ami én ezt is szeretem, bevallom. És ez egy külön csoda, hogy kiszámolják a dodekafón, az azt jelenti rendszer, az azt jelenti, hogy 12 hangból áll, amit mi európai, ahogy mi európai zenészek vagy zeneértők, gondolkozók játszunk, és a 12, úgy kell dallamot írni, hogy a 12 hang mindegyikének meg kell szólani a dallamba, mindegy a sorrend, nem lehet ismételni, tehát egy dallam 12 hang után kezdheti ismételni önmagát, vagy egy-egy hangját, addig nem. És ennek az egész rendszernek zseniális, ez csak ez egy kis picike porszeme. A lényeg, hogy, és mégis csoda születik, szóval, és egyébként a gépek is azért mutatok, mert én is gépekkel játszom, hogy milyen durva, hogy a gépeket ember kezel, tehát érzéketlen dolgot, most ezzel azt mondtam, hogy a matematika érzéketlen, bocsánat, pedig az sem az, na mindegy, hogy egy érzéketlen dolgot egy érző lény át tud varázsolni, tehát hogy ez is az a kategória, hogy időn és teren átívelő, mert hogy miért tud egy géppel szépséget és olyan dolgot teremteni az ember, amiben meghasad a szívünk, meg az elménk, meg szikrázik, meg megőrülünk pozitív értelemben. Ez, amit én vagyok, ez nem a pozitív, ez már negatív értelme az őrületnek. Na mindegy. A lényeg, hogy tehát ezek mind lenyűgöző dolgok, hogy mit okoz tényleg, hogy mennyire fölülír mindent. Az emberi mi volt, és visszatérve, hogy egy vers, amit elolvasol, és utána már nem leszel olyan ember, és ez a fiú, és hogy a rendezvú megváltoztatta az estét, vagy megalapozta, az a zenekar, aki nem azt akarja, hogy őt, hanem ahova néznek, ez mind ugyanonnan ered, arról a kicsi magról, ami... De igazából nem is ezt bocsánat, szeretett. Bocsánat, felhoztam magam. Nem, csak nem, nem. Nem, jól teszed. Most kettő dolgot is szeretnék mondani. Az előzőnek a befejezése, igen, mert nem csak azt szerettem, tehát nem is erre a mondatra akartam kifűzni, hanem pont arra, hogy én is így szeretek egyébként alkotni, hogy a közönségnek mi együtt alkotunk. De ez a Csóri Szalon nekem legalább annyira arról szól, hogy akit meghívok, ő essen valamennyire szerelembe Csórival, akár csak én, és ne csak én törjek egy utat, hanem elinduljon 10 kicsi út, vagy én ebben reménykedem, és ezért örültem az első megszólalásodnak, és még 3 mondatot mondok, és aztán visszadobom, hogy a másik, hogy én tudom, hogy te menj, mi a Mókussal csak nyáron ismerkedtünk meg, de igazából csak ma beszélgettünk rendesen. De volt már több fellépésünk is, én csak azt láttam a Mókuson, hogy valami olyan ösztönös alkotó, ami már nagyon ritka, mert mindenki, és ez nem baj, főleg racionálisan alkot, de Csóri a Juhász Ferenc és Nagy Lászlói örökséget
kénytelen volt egy valami egészen eszméletlen ösztönből, gyomorból és szívből és testből és azokból az energiákból, amiről te beszélsz, arra fordítani. Tehát nagyon nehéz ma olyan alkotót találni, aki zenét is szerez, énekesként is megszólal, és hasonló vér áramjaiba szökik ez be, mint neki. És ezért gondoltam a kezdetektől rád, és ugyanakkor el nem tudtam képzelni, hogy milyen lesz veled beszélgetni. Milyen lesz a Csóri Szalon, csak azt tudtam, hogy a te energiáidat kell találkoztatni vele. De ez ugyanaz a folyamat, hogy egyébként azt érzem ebben, hogy tényleg én azért is köszöntem meg, hogy mert a műveletlenségem és a hiányosságom ezzel, hogy tényleg két hete foglalkozom vele, és elilletemben nem tettem a kalákadalokon túl, és azt érzem, mint egy vers olvasása után is, vagy egy zenehallgatása után, már nem olyan az életem, mint azelőtt. Tehát ez az mi dolgunk, ahogy a zenekarnak, hogy oda nézzenek, hogy higgyék el, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem az a világ, ahonnan ez ered, ahonnan minden ered. És egyébként ez egytől a kis, igen, egytől fakad, és mindannyian. Én nagyon szeretem például azt, amikor bárkivel beszélhetünk, akiből egy szívből valók vagyunk, vagy egy érzésből, vagy gondolkodásból, ugyanazokat, kiderül, hogy ugyanazokat szeretjük, ugyanazt gondoljuk, és ugyanúgy működünk. Hát nem ez a lényege az egésznek, hogy messziről mindenki olyan, hát ez nem, oda megyek közel, és ugyanolyan két orluka van, kis szemei, tehát nincs különbség, és ez a csodája ennek a felismerésnek is, hogy nem is tudtam, hogy van egy ember, aki így megfogalmazza azt, én csak azt éreztem, hogy árva vagyok, és megtudtam, hogy miért. Mert elkezdődött egy ilyen mozgalom, hogy a hagyományaink, mert ugye az a falucska, ahol ő élt, mondta, pont erről beszélt, hogy zámoljon, és megvoltak a szerepek, hogy mindenki tudta, és voltak ezek a hiedelmek, és összetartott a csoportot. Hát most mi tart minket össze? Szerintem nagyon nagy veszélyben vannak emberek kicsi lelke, semmi más dolgunk nincs, mint valami, mi nekünk kell valahogy teremteni egy olyan pici energia, ahol áradhat az az energia, hogy megfoghassa egyik lélek a másikat, vagy úgy kinyíljon egyik a másikra. Ehhez a zene és az irodalom egy kiváló eszköz, de csak eszköz, tehát nem a zene a lényeg, az csak alibi. Tehát én visszatérve a zeneszerzésre, bár nem kérdezted, bocsánat. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy a zenei hangokon teljesen fölösleges gondolkozni, és gondolom, hogy egy költő író esetében is így van, nem szavakon gondolkodik, hanem az más, amikor hangszerelünk, és be kell írni a szimfonikus zenekarnak, az a hogy intellektuál, vagy a logikai része, mert a zene az matematika tulajdonképpen. Mert ott harmóniák vannak, meg hangsorok, meg előjegyzések, stb. Funkciók egy zenekaron belül, de soha nem ezen gondolkozom, amikor zenét írok, és ennek a versnek az esetében sem, hanem egyszerűen addig olvasom a verset, azért nagyon jó megzenésíteni, mert addig olvassa az ember, amíg teremt egy energiát, egy vágyat, a vers, a vágy, hogy érezzek valamit, hogy gondoljak valamit, és az már az, hogy gondoljak valamit, már ennek is van egy energiája. Ki milyen, nyilván minden hatása van rá, az éppen, hogy akkor milyen állapotban, hogy milyen hatások érték, de alapvetően, ha már gondolkozunk, tűzbe van a szellemünk, meg a lelkünk. És azért fantasztikus egy vers, mert nem kell gondolkozni rajta, mert elkezdi adni magát. Nyilván a gyönyörű, és hogyha el szabad mondani, mert most már gondolom rátértünk a versre, hogy konkrétan, vagy nem mondtam még, nem is, majd utána elmondjuk, hogy mi a címe, vagy nem mondjuk el egyáltalán. De elmondjuk. Hogy elolvastam, és nem értettem az egészet, viszont képek ki így megfogtak, és torkon ragadtak, meg szíven, és nem engedtek el. Így tényleg, hogy az az egy-egy szófordulat, és nem is értettem semmit az egészből, de ez megint az én, így szokott lenni. És aztán olvastam, akkor már egyre többet értettem, akkor már magába rántott, és egy vákum képződött, és beszéppantott, és akkor megéreztem az energiáját, és nem egy ilyen szenvedélyes vadzenét írtam hozzá, mert nem azt éreztem, de erre majd rátérhetünk később, mert ez a csoda, hogy amikor zenét kell írni, akkor én mindig meg kell érezni, hogyha mondjuk 45 perc a zene, hogy az a 45 perc milyen energiát kell érezni, és lehet érezni.
hogy egy bársony, amiben bebúj és megvigasztal, vagy egy fúrógép, ami lukat bármin átmegy, vagy egy csatakiáltás, egy nyílvessző, ami úgy megy bele a szívekbe, de utána mindenki kihúzza magát, vagy egy forradalmi csatak. Tehát minden, most ezek ilyen buta szavak, bocsánat, az energiát kell megérezni, és konkrétan érezni kell, hogy a 45 perc hova vezet. És ha én érzem az energiát, ami a gondolat maga, akkor le tudom írni a hangokat, de soha egyetlen hangon sem gondolkozom, mert az már én vagyok, de én magamat nem érdeklem. Engem az érdekel, hogy amire vágyom, amit a zene okoz, vagy a zene energiája, vagy egy vers energiája, azt megpróbáljam megteremteni. Az én eszköztáram a zenei hangok, de ez nem annyira fontos, mint az az energia, ami benne van. Ez kerek így. De mielőtt rátérnénk a versre, kicsit pár sort azért beszéljünk arról, hogy te hogy kerültél a zene közelébe, és hogy lehet az, hogy most már majdnem minden magyarországi színházban rendezővel, a Szikorától kezdve a Duda Éva társulatig dolgozol, szimfonikus zenekarra írsz zenét. Honnan indult ez? Ez azért nagyon egyszerű kérdés, mert a legunalmasabb és érdektelenebb életút, ugyanis 5 éves koromban hófehér gomba frizurával, amit édesanyám alakított nekem, és ehhez tökéletes kerek fejjel, 5 évesen mondtam, hogy zeneszerző leszek és karmester. Nem tudom, miért mondtam, csak vezényeltem otthon a bakelit a Brahms hegedű versenyre, megőrültem. És vezényeltem, és azt hittem, hogy ez attól, tehát én, ahogy vezénylek. Na mindegy, és akkor beirattak a Kecskeméti Kodályiskolába, ahol a Kodály módszer akkor az egy fantasztikus iskola volt, meg talán most is. Utána a Szegedi, tehát semmilyen kihívás nem volt, mert ezt mondtam 5 évesen, és lediplomáztam hegedűművészként, és aztán már akkor a Szegedi Színkörnek, nem tudom, hogy találtak meg, de akkor ilyen kis, azok ilyen kis csírák voltak, amit elkezdtem zenét, mert én József Attila verset zenésítettem meg természetesen először, amivel a Szecsődi Feri bácsi volt az én mesterem, ő beiratott a Kimit Tudra, és akkor mentünk mindenféle. Fú, az nagyon durva volt, hogy kiállhatok saját zenével, fagott, zongora, szobatársaim voltak, és akkor arra írtam. Akkor mentünk, és mi egyik selejtezés, nem hittem, hogy ilyen van, hogy ez a csoda van, aztán az országosonról kidobtak, és akkor összetörtem. Ezt már besűrítettem, egy napon belül bármikor összetörök, és újraépítek egy új életerőművet. A lényeg, hogy aztán nem tudom, mindig, tehát tényleg a Szegedi Színkör, meg a Szegedi Kortárs Balettben megtaláltak, a Bartók Csodálatos Mandarin előtt kellett egy hegedű improvizációt játszanom, és nem tudom, hogy valahogy mindig oda kerültem, tehát tényleg teljesen érdektelem, mert nem tudom, én csak mindig fölnéztem, és mondtam, hogy köszönöm, és hogy tudom ezt meghálálni, és hogy tudok visszaadni ebből. Tehát mindig nem szeretnék visszaélni ezzel, mert nem tudom, minek köszönhetem, és nem tudom, hogy adjam vissza. És aztán tulajdonképpen csináltam világzenei zenekart, meg mindenféle, most van vonósötösöm, játszom Romandit a Gordonka művésszel, ő a példaképen, meg szóval nem tudom, így az ember bekeveredik a muzsikus körbe, szerencsére pici világ, és megtaláljuk egymást hamar, tehát mindig is ott voltam a színházi munkáimat, hogy hogyan terjedt el, azt nem tudok semmit. Csak az a lényeg, hogy nagyon hálás vagyok, és valahogy tényleg ilyen kereken alakult. Azt mondta egyszer egy ilyen, megnézték ezeket a vonalakat itt, és azt mondta a vizsgáló, a csillagvizsgáló hölgy, hogy ő még nem látott ilyen érdektelett tenyeret, hogy semminek nincs semmilyen szerep, vagy hogy nincs szerencsének, meg, hanem nyíl egyenesen azt csinálom, amiért ide jöttem a földre, hogy csak legyek bátor és tartsak ki, de hogy nincsen ilyen, hogy ilyen raffinéria, vagy valami behatás, vagy valami szerencse fog törni, semmi nem fog. Azt kell csinálnom, ami egy ilyen nyíl van ott is. Valószínű, hogy igaza lehetett, mert én azt érzem, hogy még ez a meghívás, amit kaptam, ez még sehol nincs. Nem tudtam átadni azt az üzenetet, amit érzek, csak szeretném, hogy van egy tiszta világ, ez a kristály, és hogy minden erőködésünk tulajdonképpen ennek a picike, aprócska kis kristály darabkája, de valahol ez össze van állva, és
ebből pici darabokat szeretnénk oda csillogtatni, meg hát nagyon sokat kapok az emberektől, akik meghallgatnak. Két hónappal ezelőtt ültem Kolozsváron egy színpadon, és a Hamletnek a olvasó példányai voltak előttünk, és mellettem olyan emberek voltak, akiket nem ismertem, kolozsvári társulat, először találkoztam velük, és én így amíg nem kezdődött el az olvasás, én egy Pilinszky könyvet olvastam, mert zavarba vagyok sok ismeretlen ember között. És itt mellém ült egy színésznő kolléga ült mellettem, Kicsit Gizella, és olvastam a Pilinszkyt. És felém sose beszéltünk, még nem is köszöntünk egymást, nagyon jól, hogy szia, lehet, hogy bemutatkoztunk, de semmi. És egyszer csak felém fordul, hogy te tudsz tenyérből olvasni? Nem értettem, mondom, hát sajnos nem. És így ennyi. És visszanézek a Pilinszkybe, és az első sor, amit belolvastam, hogy azt jósolták a tenyeremből, hogy a bal tenyerem egy bűnözőé, a jobb tenyerem némi tehetséget mutat. De így annyira durva volt. Annyira. És így egyből mondtam, hogy nézd, ezt, most, hogy ezt kérdezted, ez van. És kérdeztem, hogy miért kérdezte. Mert azt hittem, még megfogta a fejem, hogy lehet, hogy belenézett, igen, és akkor így rafinált. Be akart vágódni. És ő is lesápadt, és akkor megkérdeztem, hogy miért kérdezte. És azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy miért kérdeztem. Ugye? Azt mondta, hogy valami zavarba voltam, és csak valamit akartam kérdezni. Ez egy teljesen átlagos zavarba lévő kérdés, hogy tudsz tenni. Mókus, Csóri Sándor az egyik leghíresebb versét választotta, Ördögpille. Ez egy 1957-es vers, 27 éves korában írt a Csóri. Ugye a számára is, de számára extra módon erős és megviselő 56 után egy évvel. Ijjés Gyula, akit ő fiatal korától kezdve példaképének tart, úgy nyilatkozik erről a kötetről, mert hogy ez a kötet címadó verse, tehát Ördögpille Csóri Sándor második kötete, és ez a címadó vers, tehát Ördögpille maga a kötet, és ezt a verset hoztuk. Ezt most kicsit túlmagyaráztam, de mindenki érti legalább. Lényeg a lényeg, hogy Ijjés Gyula úgy nyilatkozik erről, hogy Nagy László és Juhász Ferenc, akiket ma már említettem, de lehet, hogy Csóri kapcsán nem lehet őket elégszer, mert bennem egy triumvirátust alkotnak. Tehát Ijjés Gyula úgy nyilatkozik, hogy Nagy László és Juhász Ferenc ebbe a szimbolizmusba és népi szürrealizmusba menekül. Viszont Csóri Sándor 57-ben választja. És ez egy nagyon szép és nagyon erős különbség, már csak azért is, mert itt Nagy László és Juhász Ferenc borút alakít szürrealizmussá. Csóri pedig már itt 27 évesen építeni akar. Ezért is van még tele-tele testiséggel és ilyen naturalizmus, szürrealizmus összekapcsolódásával ez a kötet, ami egészen fantasztikusnak tűnhet a történelmi idők távlatában. De ne is beszélnek róla többet, hiszen inkább te mondd, hogy te mutasd meg, hogy, vagy mondd el, hogy miért ezt választottad, hogy álltál neki a keresésnek, mert beírtad a Google-be, hogy Csóri Sándor. Igen, és elkezdtem olvasni a verseket, ugye vannak a gyermek versei, azok annyira könnyen énekelhetők, hogy tényleg így egy öröm, tehát bocsánat, József Attilánál éreztem, van az Egyedül című verse, ami olyan, mintha egy népdalszöveg lenne, és nem kell azon, elkezdtem olvasni, és elkezdtem énekelni, mert adta a dallamot. Tehát, és itt, ott a gyermekverseinél is ezt éreztem, hogy nyilván azontól, hogy ismertem egy párat, hogy, mert én nagyon szeretem a gyermekverseket, vagy a gyermekirodalmat, tehát én a gyermekirodalmat, tehát szívesen hoztam volna azt is akár. De ahhoz a választásomban nyilván benne van a szívem választása is, hogy éppen ahogy kerestem a verseket, és tudatlan voltam, ezt a címet megláttam, és nem tudtam nem elolvasni. Már csupán, ha csak ezen a szón, vagy képen, vagy mit jelent ez, hogy Ördögpille? Mert először azt láttam, mit jelent neked az, hogy Ördögpille? Mit látsz magad előtt? Tehát nem olvastam el a verset, csak gondolkoztam ezen a szón, hogy nem hagy nyugodni. Mert szeretem azt
általában, hogy soha, tehát van egy vers, vagy például ebben az esetben a cím, és a versnél is úgy volt aztán később, hogy még nem akartam elénekelni, hogy nehogy valami rossz hangot, tehát így megvárakoztatom, egy kicsit kivárok, mert szeretem azt az időt, amíg idegesít, hogy de hát ennek, bocsánat, egy kis kitérő, ennek a legjobb példája az volt, amikor a MIPA-ba be kellett mutatni a Vörös Sándor fordításában a Lao Tse Tao Te Chingből 12 vers megzenésítést, és akkor már elkezdték árulni a jegyet, de egy hangot sírtam, és akkor Makuskán mondta Kovács Kriszta, de hát mire vesznek egyet? Hát azt nem tudom, még egy de hogy tudtam, hogy nem szabad elkezdeni, mert akkor valamit odaerőltetek, ami még nem. Tehát kell egy idő, és így nézegettem ezt a szót, ezt a képet, ezt a egy forgács. Kicsit szúr, de mégis már repülök, mert a pille az egy, de azért az, hogy tehát az ördög szótól valami olyat piszkál fel az emberbe, hogy nem akarsz még olvasni a verset, hanem még időzni akarsz, hogy micsoda kép ez. Csak egy picit, ha ízlelgeti a szellemünk, bocsánat, nem baj, hogy ezt így mondom. Egyáltalán ezért mert hogy ez így felcsigázta a kis szellememet, vagy elmémet. Hát az agyamat, azt a maroknyit, azt nem nehéz felcsigázni, na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy és akkor aztán elkezdtem olvasni, és ahogy mondtam, hogy van a vérsejem szárnya, kiragadtak ilyen képek belőle, az utolsó, sajnos nem tudom még fejből, így idehozom, mert direkt kinyomtatta, hogy majd ugye el kell énekelnem. És akkor aztán ezek a képek, hogy ördögpille vérselem szárnya, ez volt az első, ami után elolvastam az egész verset, hogy hát igen, amin szintén rengeteget gondolkoztam, vagy így próbáltam érezni, nem is gondolni, érezni, hogy milyen energiája van ennek a sornak. Meg az utolsó, vörös homály téglapor átok. Mit jelent ez az egész? Hova kerültünk? Tehát is akkor tulajdonképpen az értelmezése miatt választottam, hogy nem hagyott nyugodni. Tehát valószínű, mert hogy meg akartam érteni, hogy most mi ez, mert éreztem, hogy megőrülök, és nem akarom itt hagyni, vonz, egy picit féltem tőle, bevallom. Egy kicsit félelmetes helyre visz. Hogy, mert tényleg, ahol ezek olyan, mintha lények lennének ezek a szavak. Tehát én látom repülni az ördögpillét, egy ilyen furcsa lény. Még egy kicsit ilyen puha a teste. De bocsánat, ezt így, én a zenét is így hallom, hogy érzem az energiának a szúrosságát, vagy az anyagát. Még néha az illatát is lehet érezni a zenének, vagy a hangnemeknek. És aztán tényleg mentem verszakról verszakra, és utána az utolsó pillanatban kezdtem énekelni. Nem is énekelni kezdtem, hanem kerestem a zeneterét, mert ugye majd ezt úgy lehet megérteni, bocsánat, hogy elkezdem olvasni a verset, hogy ha mégy a lépcső lefelé, ne nézz vissza a fordulónál, ne áruld el, hogy visszajössz, és ha szólnék, visszaszólnál. Piros homály csapkod utánad, ördögpille vérsejem szárnya. Tehát az első verszaknál, ez nem a vers, ezt már így mondom én, bocsánat, ez nagyon rossz vicc volt. De a lényeg, hogy az első verszaknál még nem fél a lelkem. Bár az, hogy ha így a lépcső lefelé, a lefelé szó miatt lesz egy félelem, hogy hova, mert hogy lefelé. Lesz bennem valami borzongás, de azért kíváncsi vagyok, és borzongok, de azért megyek le. Ne áruld el, hogy visszajössz, tehát van egy olyan érzésben, ezt mondom, ezt mind úgy, hogy próbálom megérteni, hogy hol vagyok, hogy mit érez a lelkem, a szellemem, hogy ez az egész egy ilyen nagyon, meg ugye rengeteg képet látunk. És hogy ha szólnék, ne áruld el, hogy visszajössz, és ha szólnék, visszaszólnál, tehát tehát egyből érezhető, vagy gondolható, hogy nem egy magányos ember, tehát hogy valakihez. Tehát nem vagyok egyedül, már többen vagyunk, vagy valaki van, aki után nyúlok, és és lefelé, tehát ő megy lefelé. Akkor gondoltam, hogy bocsánat, hogyha teljesen budaságot mondok, de ez tényleg a tudatlanságom miatt van, hogy éreztem, és próbáltam megfejteni, hogy ha valaki lefelé megy a lépcsőn, és hogy ez az első kép, akkor valami pusztulás felé megy. És ez triviális példa, de mondjuk, ha van egy gyönyörű szerelmi érző létezés az életemben, és abból az egyik fél, mert hogy ugye itt kiderült, hogy ne áruld el, hogy visszajössz, tehát van egy másik felem,
aki elindul a lépcsőn lefelé, tehát vagy meggyaláztam azt a tiszta kristályt, vagy összetörtem, ami mondjuk egy, hogyha a szerelmi viszony, teljesen mindegy a viszony, és ő lefelé megy, elárultuk. És ráadásul itt nincs tisztázva, tehát hogy ne árul, de hogy vissza. Tehát van egy ilyen nagyon izgalmas, és félelmetes, és szomorúság, vagy ezt éreztem én. És akkor a következő elszak, piros homály csapkod utánad, ördögpille vérsejem szárnya, itt egyértelmű, hogy hihetetlen képeket és mélységet és ilyen borzongást kap a lelkünk és a szívünk. Bújjál mögé, hogy így lehess szemem örökös látomása. Szerintem már egy két verszak, és felrobban az elmém és a szívem, annyit kapok, annyi képet, annyi érzést, de még nem értem, bevallom őszintén, még akarom tudni, hogy ha még a lépcső lefelé, ne tudjam soha kinek szánod sejtelmes sürgetésed és kényes énekes madártopogásod. Ez a kedvencem, énekes madártopogás. Tehát, hogy itt van egy olyan finomság, tehát az a borzongatás és az az előzmény, ahova kerültem, egyből kapok egy, ahova be tudok bújni egy olyan emléket, egy olyan érzést. Az énekes madártopogás az mindenféleképpen egy olyan végtelen gyengéd, egy óvó, és az énekes madár, aki ugye a szívemet telerakja, ha éppen nincs dal benne, akkor kapok tőle. Tehát egy életet kapok egy énekes madártól, és az, hogy a topogás szó meg nekem egy gondoskodó szeretet. Nekem, bocsánat, ez nem belemagyarázás, csak ahogy így bennem élettek meg a sorok. És akkor utána fordul, futottam én valaha tőled, büntettelek nyíltan, titokban, add vissza most a büntetést, míg van öröm a fájdalomban. Ez a legmélyebb. Tehát itt kapok legkonkrétabb választ erre sok mindenre, amit eddig átéltem, hogy valószínű, hogy abban a ha szerelmi viszony, vagy ha valamilyen, vagy egy ember és ember között létező kapcsolat töredezése tele titokkal, és ugye ez fáj. Tehát, hogy ez nem egy nagyon fájdalmas, és te lesz egy szívszakadó hely, ahova mentem, vagy ahova ment, vagy ahova érkeztünk ezekkel a gondolatokkal, vagy a lépcső lefelé. És az utolsó verszak, ha mégy a lépcső lefelé, látom most is egy búcsúzásod. Lépdelsz, és mögötted falzuhan. Hát ez milyen lépdelsz, mögötted falzuhan. Tehát ez az összeomlás, az összetörés, tehát a fal összezuhanása, a lelkem összezuhanása, az egész világom elvesztése, és akkor marad a vörös homály, téglapor, átok. Én ezt a zenében külön választottam, egy külön zenei részt. Mert addig érzem a jelent, és onnantól marad egy olyan, mintha átfordulna időben a vörös homály, téglapor, átok, az már egy visszanézés. Tehát most élem azt a fájdalmat, azt a rettenetesen sok mindent, amit addig tart, ami addig tart ezekben a verszakokban, és itt azt érzem, hogy megfordul, összegzem. Vörös homály, téglapor, átok, ez az utolsó szó. Átok, ha eláruljuk azt a gyönyörű tisztaságot, ez a mi átkunk, mert mi vagyunk emberek esendők. Tehát valahogy így értem a végére, és akkor már megvolt ez a lenyűgözés, ez a babona, ez a megbabonázás. És összefoglalva, akkor nem hangokat kerestem, hanem mi az a zenei motívum, ez hogy énekled el ezt, ami ebben van, ezt a végtelenséget. Gondoltam, hogy leültem a zongorához, és elkezdtem játszani egy ostinátót. Az ostinátó a zenében, az én kedvencem, egy megszállott ostinátó rajongó vagyok, egy gondolat, olyan, mint a passacaglia basszus, hogy végig ugyanaz. Egy motívum, ami mindig visszatér, mint egy ragály, hát az ördög pille szó juttatta eszembe az ostinátót, nem megy ki a fejemből. Tulajdonképpen egy végtelen kerék, egy őrület. És ez az ostinátó, ez egy lejtő, majd meghallják. Egy harmónia felbontás. Nyilván ez már, bocsánat, ez ilyen triviális, mert megmagyarázzuk a zenét, ez nem ilyen ösztönös, hogy lépcső, ostinátó és keres, nem. Hanem amikor elkezdem játszani, és visszafele elemzem a saját kis, nagyon egyszerű zenét írtam hozzá,
mert nem kerestem, hanem ezt adta a gondolat, meg az érzésvilág, és akkor elkezdtem zongorázni, és onnantól kezdve én úgy szoktam, hogy improvizálok, annyi, addig játszom, amíg egyszer csak megszületik, és akkor rögzítem. Mert ugye felvettem is, majd meg szeretném hangszerelni, egy csomó hangszert még hallok bele, és ilyen nagyon mély, kevés dobot, de az nagyon mély, és ilyen nagyon szívet, olyan dob hangokat kerestem, ami egy kicsit torz, egy kicsit így, mint az ördög pille szó. Tehát, hogy egyszerre felhasítja a szívünket, meg így ki is nyílik egy csodavilág. Egyszer érzem, hogy szúr, egyszer érzem, hogy simogat, és olyan dob hangszíneket kerestem, ez nyilván most nem lesz, mert azt nem tudom produkálni, hanem a stúdió felvételken, ami egy olyan dob hangzás, ami egy kicsit torz, egy kicsit meghökkentően mély, nem is akusztikus, vagy nem olyan, mint egy ilyen vérbő, mondjuk egy darbuka, vagy egy dzsembe, ami meghalljuk, és egyből vérbőn is táncolnánk, nem. Pont az ellentéte, mintha egy másik világ szív dobogása lenne a dob. Mintha az ördögpille dobogása lenne. És a dallam maga meg egy szinte a pille. Az, hogy egy ilyen könnyed, és akkor arra jön az ének, amin, mint mondottam, én nem gondolkozom, hanem elkezdtem énekelni, és aztán megadta magát. És aztán éneklem, és a végén a vörös homály téglapor átoknál áll össze egy olyan rész bennem, amit éreztem, amikor odaértem. Ez egy olyan, mint egy halálkeringő, ez egy durva szó. Nagyon szeretem a háromnegyedes vagy 6/8-os lüktetést, mert egyszerre van a könnyedség, mert ugye a négynegyed, ebben van egy súly, a magyar nyelv, minden egyes szó elején van a hangsúly, a magyar népzenében is. Tehát, hogy van egy ilyen, kicsit ilyen, ez egy erőteljes dolog, és fantasztikus. Ezzel szemben a háromnegyed, vagy a 6/8-ad, 1-2-3, nincs súly, nem is érezzük a súlyt. És azért gondoltam, hogy azért ez 5/8-adban van. Tehát van benne 3-1-2-1-2-1-2, mi? Tehát, és akkor és a végén modulál, és lesz egy olyan halálkeringő, ami 5/8-adban van. Tehát majdnem tudok táncolni, de azért mindig megbotlok, és azt szeretném, hogy egy ilyen, hogy megteremteni azt a világot, amit éreztem, hogyha jól éreztem, vagy nekem ezt adta, ezt keltette bennem, hogy ahova meg lehet érkezni, hogy nagyon sötét, de mégis ki fogunk törni belőle, és van benne egy olyan erő, hogy nem fogunk elsüllyedni ott lent a lépcső alján. Most bocsánat, ezek távol álljon tőlem, hogy így belemagyarázom, csak a szavak kevesek ahhoz. Bocsánat. Megmutatod? Ja, ennyi az idő. Igen. Nem, ez nem a finálé, hanem ez, nem erre akartam kifutatni, csak hogy ha már itt tartunk, utána beszélünk róla. Izgulok, már sose játszottam el. Ugye élőben. De úgy is csinálhatod, hogy felépíted, hogy megmutatod, amit most elmondtál, azt meg is mutatod. Igen, nem kell igazából egyből eljátszani. Igen. Ez is lesz, mert ugye ez a looperes technika egy kicsit más, mert ez egy ismétlő rögzítő pedál, tehát amit felveszek, azt adja vissza. Egy lemezen természetesen szabadon kezeljük, mert feljátszom a vonósokat, akkor nem csak egy ismétlést kapok, de hát az osztinátor az jól jön amúgy. Tehát van egy ilyen osztinátor, hogy nézz vissza a fordulónál, s ne áruld el, hogy visszajössz. S ha szólnék, visszaszólnál. Piros homály csapkod utánad, ördög pille, vérsejem szárnya,
bújjál mögé, hogy így lehess, szemem örökös látomása. Ne tudja soha, kinek szánod, sejtelmes sürgetése, és kényes énekes madár topogásod. Futottam én valaha tőled, büntettelek nyíltan s titokban, add vissza most a büntetést. Még van öröm a fájdalomban. Látom most is egy búcsúzásod, lépd ez, mögötted fazuhan. Thank you.
vörös homály, téglapor átok. Vörös homály, téglapor átok. Vörös homály, téglapor átok. Vörös homály, téglapor átok. Mi lesz majd. Még... Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem ez nagyon komoly lett. Én nagyon, nagyon örülök neki. És mielőtt hagynálak beszélni. Inkább ne. Nem. Hanem, hogy nagyon... Tehát nagyon fontos pillére lettél most ennek a projektnek, mert nagyon nehéz arról beszélni és megfogalmazni, hogy amit te az mielőtt elkezdtél zenélni, mondtál, hogy a szövegnek van egy energiája, és a szöveg energiájának az értelmezése nélkül tulajdonképpen nem érvényes a szöveg. Ezért létezik az a nagyon furcsa dolog, hogy mennyi sok szép-szép szöveget tesznek ki emberek a Facebookra és az Instagramra, milyen gyönyörű idézeteket és verseket, és meg se tudják közelíteni a saját életükben azt az igazságot, amit ott megfogalmaznak, de tulajdonképpen miközben már azt a dolgot kiteszik, már akkor sem éppen azt csinálják. De ez nem egy hazugság, hanem a szöveg és az energiája abban a pillanatban ketté válik. És amikor egy ember nagyon szomorú, vagy nagyon boldog, vagy darabokra van szakadva a szíve, és megtalál magának egy verset, és éppen azonosulni tud vele, azt gondolom, hogy az életnek azokat a pillanatait nagyon-nagyon meg kell becsülni, mert ritka lesz, amikor egy verset én még egyszer annyira fogok érteni. Amikor hirtelen ott vagyok, amikor a költő lehetett annak a környéken, amikor ezt a verset írta, és ilyenkor az energia és a szöveg egyé válik. Ezért is két dolog nagyon jó. Egyrészt, hogy te így álltál hozzá ehhez a szöveghez, és lesz egy ilyen feldolgozásunk. A másik nagyon jó dolog, hogy beszélgettünk most róla 3/4 órát, kicsit belekerültünk a hangulatába, ezért szerintem a mostani felvétel, és nagyon jó, hogy felvesszük a mai adást, mert ebbe a felvételbe érezhetően ott volt a lelked, még a gépeken keresztül is, a húriaidon keresztül is, ami ugyancsak nagyon fontos, hogy megvan. Ez még nem a stúdió, de van egy ilyen live-unk, amikor érezzük, hogy mi a dalnak a lelke. Ennyit szerettem volna. Igazából ez annyira igaz, amikor az ember verset talál, hogy akkor nem szavakat talál, hanem vigaszt, választ, erőt. Tehát nekem a József Attila Mámor volt, az, amit éppen szét voltam forgácsolva, annyi zenét kellett annyi embernek írni, hogy azt sem tudta, hogy én ki vagyok. Ez egy, bocsánat, lehet, hogy ez gyenges, biztos, hogy gyengeség, hogy az ember elvész, pedig egész életében zenét
tehát az egész lényege az volt, hogy zenét írjon, és tudja, hogy kicsoda, hiszen ezen nem gondolkozik, és nem ez a hív vagyok annak, hogy állandóan azzal kell törődni, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, hanem nem gondolkozik ezen, csak akkor, amikor elveszíti, mert amikor alkalmazott zenét írunk, akkor bizony alkalmazkodni kell, tehát elkezdek olyanná válni, mint a társam. És ezt a legnagyobb szeretettel teszem, de ebbe el lehet veszni. És akkor meg egy csomó mindent átélünk, látjuk a zene művészet igazságának a sorvadását, annak a kristálynak a töredezését, hogy én úgy hittem benne, és magamon látom, hogy már elmegyek oda is játszani, ahol nem alig van ebből csak kis pici por, csillagpor, vagy kristálypor se. De nyilván, ha oda megyünk, és a szívünkben van, akkor lesz. Én ebben hiszek, de a lényeg az, hogy megtaláltam azt a verset, hogy szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét a világot. És így elolvastam, és megőrültem. Felrobbantam Miszlikre, és megszületett egy új pici lény, és minden értelmet nyert. Hát ez a dolgom. Nem kell több. Ha csak ennyit szeretném felvenni lelkem dalával a szomorú. Hát ez hogy lehet ilyet írni? A szomorúak szívét a világot. És a következő sor. Most megbocsátok annak is, aki bántott. És ezt nem hittem el, hogy valaki honnan ismeri jobban az egész lényegemet. Ez nem is szív, ez már nem is szív, hanem az egész élet, az értelme. Értelmet. És akkor emlékszem, hogy életemben szeretném keblemre ölelni az életért küzdő fájó rabot. Szeretném feltámasztani, aki halott. Szeretném, hogyha lassabban forogna, s végre megállna a nagykerék, de legjobban szeretném, ha szeretnék. Nem lehet. Tehát itt ennél többet, igazabbat soha életemben tehát nem éreztem. És akkor megmentette a lelkem, mert nem tudtam, mindenki küzd nyilván, hogy azt se tudtam, hogy mi a feladatom, hogy és csak ez az egy sor, a kettő, aztán lépésről megyünk tovább. Az első sor, szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét és a világot. És a Művészetek Palotájában játszottam először egy olyan koncerten, ahol angolul énekeltek egész este. És annyira féltem, hogy mert 2000-en voltak, 6-a, és már mondom, hogy be nem megyek eljátszani egyedül, mert nagyon izgulós vagyok, bocsánat. És akkor be kellett menni már, igen, Szirtes Edina, ott kell, és belöktek. Bementem, és aztán, ja, mert ott kint megvilágosodtam egy pillanatra, hogy Szirtes Edina, ha te most beégsz, és összehamisan játszol, nem számít, mert az te vagy. De az az üzenet, amit te most magyarul el fogsz mondani az embereknek, az világot váltó, ez a dolgod. És ha kinevetnek, megdobálnak paradicsommal, akkor is el kell mondani. És akkor beleír. És akkor tudtam, hogy ez a vers, ez nem egy ügyelgős, nem egy dal, nem is kerestem dalamot, egy csatakiáltás, egy forradalmi induló, nincs is dalama. Szeretném felvenni egy, így kikiabált a szívemből, és elénekeltem, és kaptam ajándékba egy olyan fogadtatást, ami nem csak az én életemet mentette meg, hanem az utódaim, még a leszármazottjaim után is azok. Mert egy fantasztikus, tehát tényleg az a fogadtatás, tehát mindig ezt tapasztalom, hogy annyira erősek ezek, amiről beszélünk, ez az egész lényeg, amit csak ilyen buta szavakkal, főleg én bocsánat, próbálok átadni, de ez működik, semmi nem működik, csak ez működik hosszú távon, és ezért is életmentők a versek. Ez jutott eszembe arról, amit mondtál, az egyik. A másikat elfelejtettem szerencsére, úgyhogy van, megmaradt 38 perc mindenkinek. A francba pedig az is jó volt, szerintem. Igen, mindegy. Jó. Igen. Mókus. Itt ja, hogy véget ért. Ja, akkor de még igen. Nem, még gondolkozhatsz nem. Ezen. Szeretném? Nem, mert nagyon megírod, mindenki az e-mail címét adja meg, és akkor elküldjük Mókus utolsó gondolatát. Jó. Mak. Ne csak vicceltem. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek és önöknek, hogy itt voltatok a második alkalmon. Novemberben nem volt Csóri szalon, mert Kolozsváron voltam tenyérjósló workshopon. Ezért aztán 6 nap múlva, jövő hét szombaton már jön is a harmadik, Balla Gergővel, a Platon Karatejev frontemberével, aki az összes Csóri, ezt lehet, hogy butaságot lelőlem, de most már elmondom, tehát ő az összes Csóri kötetből hoz szövegeket, és gyúrt valami monumentális valamit. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi, de
hasonló durva és nagyon mély lelkesedéssel esett bele Csóriba, hála Istennek, mint ahogy most Mókus. Mókus, nagyon-nagyon szépen köszönöm a ma estét. Bevallom, én tényleg nagyon izgultam, hogy milyen lesz a kémiánk kettőnknek. Reggel ezzel keltem, ezzel az érzéssel, és én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy az én, illetve hát a Júlia, Feri és a csapat felkérésére hoztál létre valami olyat, ami szerintem fontos és építő, és ezt, ha nem így gondolám, akkor egyszerűen csak elköszöntem volna, és semmi baj nem lett volna vele, de így gondolom, és ezért azt hiszem mindannyiunk nevében hálásak vagyunk, és tényleg örülök, hogy együtt voltunk, és együtt hallgathattuk meg, hogy Mókus hogy jutott el idáig, és ebből a stúdió felvétel is, szóval még el fog önökhöz hozzátok jutni. Köszi Mókus még egyszer, köszönöm, és gratulálom. Én.